Köszöntöm a nézőket, a mai műsor vendége Kovács Jolánka, író, műfordító, aki Múzsai otthonában fogadott bennünket. Kovács Jolánka 1958-ban született Nagybecskereken. Élete során íróként, műfordítóként, könyvtárosként, újságíróként és tanárként is tevékenykedett. Idén pedig Herceg János irodalmi díjjal tüntették ki. Üdvözlöm a műsorban és köszönöm a vendéglátást. Én is köszönöm a meghívást és üdvözlöm a nézőket. Ahogyan az előbb is mondtam, idén életművének jelentőségét díjazták. Kezdjük akkor a történet elején. Múzsán nőtt fel. Hogyan emlékszik a gyermekkorára? Mikor került először kapcsolatba a könyvekkel, az írással? Ez meghatározó része lett az életének. Hát így visszagondolva mondhatom, hogy nekem tényleg nagyon szép gyerekkorom volt. Olyan értelemben, hogy rengeteget játszottunk. Kint, mondjuk az utcán, vagy az udvarban, a szomszédban lakó gyerekekkel, akkoriban még aszfalt se volt abban az utcában, ahol én fölnőttem, a régi Novoszacka utcában. Olvasni nagyon korán megtanultam. Van egy nővérem, aki 4 évvel idősebb nálam, és amikor ő már iskolás volt, hát én még bizony nem, de viszont nagyon érdekeltek a betűk, és addig nyaggattam, hogy valahogy megtanulgattam tőle a betűket, az olvasást, úgyhogy tényleg korán, gondolom úgy 5-5,5 éves koromban már tudtam olvasni. Később Újvidéken folytatta a tanulmányait a magyar tanszéken, ha jól tudom. Igen. Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? Voltak-e olyan történések, amik döntően hatottak arra, hogy később maradjon ezen a pályán, tehát hogy könyvtárosként és íróként, műfordítóként tevékenykedjen? Tulajdonképpen itt azt gondolom, hogy kicsit nagyot ugrottunk az időben, mert hozzátenném még, hogy én a magyar órákat nagyon szerettem tényleg általánosban is, szerettem olvasni és fogalmazásokat írni, mondjuk volt egy nagyon kedves és nagyon jó magyar szakos tanárnőm, Varga Katalinnak hívják. Ő vitt engem rengeteg versenyre, tehát ilyen jópajtás versenyekre, mire nem. És az már nekem rengeteget jelentett. Én azt gondolom, hogy tényleg már valahol ott talán 5. koromban már eldöntöttem, hogy ez az én világom. És aztán a gimnáziumban még inkább, hát a szüleimmel annak idején sokat beszélgettünk arról, hogy hová tovább, illetve ők beszéltek sokat, valami más szerettek volna, talán a számomra, de én nem tudtam erről lemondani, tehát erről az álmomról, de be is jutottam a nagyobb tanszékre, akkoriban ez tulajdonképpen egyszerűen ment, tehát nem volt külön fölvételi vizsga. Gondolom, a mai fiatalok, akik ezt hallják, lehet, hogy most nagyot néznek, de tényleg így volt. Tehát mondjuk én, ha magyarból írtam a diplomavizsgámat, és ötösöm, tehát ha ötös kaptam arra, akkor az már egyenes út volt a magyar tanszékre. Hát szerettem a tanszéket. Újvidéket is, habár azt gondolom, hogy magát Újvidéket, mint várost, kissé nehezen fogadtam be magamba. Azt hiszem, hogy nekem a mai napig a vidék, a falusi környezet az, ahol valahol ott a helyem, azt gondolom. Vissza is tért ide az egyetemi évek után. Igen. Hogyan alakult az élete innentől fogva, hogy befejeződött az egyetem? Hát úgy alakult, hogy tulajdonképpen az abszolválásom után, az mikor is volt, 80-ban, igen, akkor hazajöttem, maradt még néhány vizsgám, de nem kaptam munkát csak 81-ben, 81 őszén, egyszerűen nem akadt a környéken. Erzsébet lakra kerültem, ami, hát őszintén a legeleje az egésznek eléggé stresszes volt, nem mondom. Erzsébet lak Muzslától 28 kilométerre van, és mondjuk elég gubancos volt a közlekedés, tehát valahol hajnalban volt buszom,
Emlékszem, amikor legelőször utaztam ki Erzsébetlakra, magyar tanítani, ugye? Hát a busz olyan sokáig ment, hogy már azt gondoltam, hogy téves buszra ültem, és maga a falu is, október 1-e volt, maga a falu is olyan szürke volt, olyan kopárak a fák, széles utcák, tehát nem találtam én abba semmi fölemelőt bizony. Viszont arra is emlékszem, mikor megláttam az iskolát, egy park közepén van ott az iskola, hát ez egy régi iskola, épület fehér falakkal és sötétbarna ajhúzással. Hát az valahol nekem maga az épület is, de a gyerekek is, az osztályterem, valahol Mórát idézte, Mórának a világát, a gyerek történeteit, és nagyon megszerettem Erzsébet lakót, a gyerekeket. Utána, amikor 93-ban vagy 94-ben megalakult a Bánáti újság, tehát mint a hét nap melléklete, akkor kezdtem újságíróskodni, és hát ez most azért jutott eszembe, mert Erzsébet lapról rengeteget írtam. Tényleg nagyon sokat, kezdve a nádvágókról, mondjuk a békászokról, pálkászokról, gyógynövénygyűjtőkről. Nagyon sok érdekes ember él ott, és én tulajdonképpen akkor szerettem meg a falut, amikor bejártam, és sokat beszélgettem az emberekkel, meg tanítottam ott 17 évig. Anyanyelvápolást, csak hogy az úgy nézett ki, hogy Erzsébetlakon az alsó tagozatos gyerekek közül vannak, illetve akkor voltak, most már egészen más a helyzet sajnos, nem ennyire derűs, bár az se volt annyira derűs emilyen értelemben, mert hogy magyar osztályok voltak, tehát magyar tannyelvű tagozatok, és szlovák tannyelvűek. Na most az első néhány évben, amikor én oda kerültem 81-ben, hát azt úgy kell elképzelni, hogy ott a magyar gyerekek mindannyian tudtak szlovákul, és a szlovák gyerekek magyarul, tehát ha én szünetben találkoztam egy szlovák gyerekkel, akkor magyarul beszélgettünk. Később jó néhány év után akkor települtek be szerbajkóak a faluba, és akkor lett szerb osztály is, kisebb létszámmal, de lett. Viszont mivel ezek a gyerekek, akiket én anyanyelvápolásra tanítottam, ők 4 évig magyarul tanultak. Tehát nagyon könnyen lehetett velük dolgozni, sok mindent csinálni, versenyekre vittem őket. Drámai szakkörön volt. Hát szóval nehéz volt ott hagyni 17 év után, mert kicsike iskola volt, tulajdonképpen nem is volt teljes óraszámom, 70%-os normával dolgoztam. Néhány évig az iskola könyvtárt is vezettem ott, hogy ki legyen ennyi. De hát ez volt, és aztán történt az, hogy munkát kaptam Muzslán, tehát a muzslai iskolában, mint olyan nyelvápoló. Na most itt már egészen más volt a helyzet. 2 évig dolgoztam anyanyelvápolóként szerb tagozatokon. Hát őszintén szép volt az a része, amikor az alsósokkal dolgoztam, mert ott még volt érdeklődés, meg hát sokat játszottunk, ugye, órákon. A felsősök már annyira nem voltak oda a magyar órákért, viszont azt akkor végig kellett vinni 8-ig, hogyha elsőbe bejelentkezett a gyerek magyar órára. És utána 2000-ben kaptam meg a könyvtári állást a muzslai iskolában, az iskola könyvtári állást, és ott dolgoztam egészen tavalyig, és onnan mentem nyugdíjba. Most, hogy végig haladtunk az életpályáján, a novellák érdekelnének. Tehát elsősorban az, hogy amikor oda került a sor, hogy megjelentesse az első kötetét, akkor mit tartott fontosnak bemutatni, elmondani ezekben a novellás kötetekben? Ó, nem volt ez annyira tudatos, nem. Én valójában eléggé későn kezdtem írni, és hát ez most azoknak szól, azt gondolom, akik talán még nem kezdtek írni, de esetleg 40 évesek, vagy 50, nem mondjam 60,
Hát erre én azt mondom, hogy tényleg lényegtelen, illetve biztos valamilyen értelme lehetne erről beszélni, hogy mikor jobb kezdeni az írást, de én magát a novellaírást 49 évesen kezdtem írni, előzőleg volt az újságírói időszakom, 4 év a Bánati Újságnál, 4 év a Családi Körnél, de az első novella, jó, nem, akkor pattant ki belőlem, gimis koromban írtam novellákat, aztán az abban maradt, én sem tudom miért, inkább olvastam sokat. Az első novella a könyvtárban pattant ki belőlem, emlékszem, hogy október volt, nagyon szép, verőfényes nap, és besütött a nap az ablakon. Nagyon szerettem a könyvtárt az iskolában, főleg a központit, tényleg tömegesen is jártak a gyerekek persze. És ott írtam meg az első novellát, és aztán egyszerűen jött a többi, egyszerűen ömlött belőlem. Nem tudnám pontosan megmagyarázni, hogy hogyan összegyűlt. Gondolom, hogy rengeteg minden összegyűlt. Próbált ihletet meríteni azokból a tapasztalatokból, azokból a gyerekekből, akikkel találkozott, az őző történeteikből? Hogyne, abból egy kötet született, mondjuk. Egy kötet született, ez a bizonyos Ja Istenem című, tehát ez az a könyv. Ezek gyerek történetek, illetve gyerekekről szóló történetek, vagy novellák, monológok. Valójában monológok, gyerekmonológok. Ez a kötet sem nem úgy született, hogy én terveztem, hogy no majd egyszer csak írok ennyi novellát, és akkor abból lesz egy kötet. Abszolút nem, hanem valóban spontánul születtek ezek a történetek. Abban az időszakban, mint ahogy mondtam is már, a gyerekek tényleg tömegesen jártak könyvtárba, szerettek bejönni. A kicsik főleg, a nagyobb, illetve a fölsősökből persze, hogy kevesebben, de azért jártak. Viszont az iskola könyvtárnak mindig is megvolt az a sajátos varázsa. Az egy külön világ. Abban éltem én is. Ezért volt olyan nehéz ott hagyni tavaly, akkor nyugdíjaztak. De most mi ez a varázs? Hát tulajdonképpen az is, hogy én nem osztályoztam. Tehát nálam nem voltak feszültséggel teli órák, nem volt ellenőrző, nem volt feleltetés, ha nem voltak könyvet, és oda akármelyik gyerek bejött, tehát nem csak a kitűnő és példás tanulók, hanem azok is, akik esetleg már buktak is, vagy nem ment a tanulás, vagy problematikus családból származtak, és azokból mindig volt, és sajnos egyre több van. Tehát azok a gyerekek is ugyanolyan jól érezték magukat, ha nem jobban, mint olyan gyerek, akiknek nem voltak különleges problémái. Gyakran beszélgettem velük. Nem kikérdeztem őket, ez nem úgy ment. Egyszerűen kialakult egyfajta baráti viszony, engem mindig tegeztek, én is vártam el, hogy magázzanak, de ez sokan csodálkoztak, hogy nem jó ez így, de jó volt nagyon. Jó, mert szívesen jöttek és jól érezték magukat. Volt, hogy bejöttek csak azért, hogy szétnézzenek, ha épp nem is vittek ki könyvet. És hát persze az ember, ha itt él, tehát falun él, ismeri a gyerekeket, vagy nagyjából ismeri a családi körülményeiket, ha nem személyesen, akkor hallomásból, na. De viszont, amikor egy gyerek bejön a könyvtárba, mondjuk egy tényleg egy nehéz sorsban élő, vagy külön problémákkal küzdő családból belép a könyvtár ajtaján, akkor én látom, hogy mondjuk aznap tényleg valami baja van. És sokszor elég volt egy pillantása, vagy néhány elejtett szó a viselkedése, vagy utána az öröme, amikor talált egy könyvet, ami tetszik neki, és elvitte. Megjegyzem, általában tényleg az ilyen, hogy mondjam, rosszabb tanulókkal, akiket hiszem, hogy legpéldásabb pedagógusi hozzáállás mellett se lehet azt kiiktatni egy osztályban, hogy az ilyen gyerek valamiképpen ne legyen kiközösített. Tehát ők a könyvtárban nem voltak kiközösítettek. És én nem tudom elfelejteni azt az örömöt, amikor egy ilyen gyerek könyvet visz hazat.
tehát könyvet visz haza a könyvtárba, és mindig ők voltak a legrendesebbek olyan értelemben, hogy mindig időre hozták vissza a könyvet, de ez tényleg így volt. Tehát ezek a novellák az ilyen gyerekekkel való találkozásokból születtek. Azt nem mondhatom, hogy a történetek pontosan ugyanazok, ugyanolyan események vannak ezekben a novellákban, amik a gyerekkel történtek, de az alapot az adta. Tehát személyes dolgok, persze névtelenül, viszont mindegyik novellához tényleg kötődik egy gyerek a mozsolai iskolából, és nagyon, hogy is mondjam, még most is amúgy meghatottan gondolok rájuk. Mert amikor én ezeket megírtam, akkor az nekem tényleg olyan volt, mintha mikrofont adtam volna a gyerek kezébe. Tehát itt sok mindent elmondanak, amiket nem mernek elmondani, mert nincs kinek. Tehát otthon kizárt dolog, kinek mondja el. És hát ez valamiképp olyan felszabadulás, tehát olyan, hogy a gyereknek most szabad elmondania, mintha úgy éreztem, ahogy írtam, mintha most ez a gyerek megkönnyebbülne. Hát sajnos nem az a valóság. Volt egy időben egy olyan vágyam, kívánságom, hogy ebből lehetne egy hangos könyvet csinálni esetleg, nem volt még rá alkalom. Talán lesz, nem tudom, de úgy gondolom, hogy talán ez így hozzátartozna ehhez a kötethez. Hát ezeket a gyerekeket felnőni is, valószínűleg találkozik velük a mai napig. Hogyan alakult az életük? Legtöbbje, hogy így mondjam, korán férjhez ment például a kislányok. A fiúk nagyon korán kezdtek dolgozni, tehát ez a szféra. Van, amelyiknek már, mondjuk olyan kislánynak, aki az egyik novellán főhőse éppenséggel, neki úgy tudom, már 3 gyereke van. Néha látom őket, ez mindig nagy öröm, és mindig köszönnek, és váltunk néhány szót. És ez csak az egyik kötet a sok közül, amit ön megjelentetett, tehát emellett mesés köteteket, műfordítás köteteket is jelentetett meg. Igen. Mennyiben más műfordítás kötetet megjelentetni? Tehát mennyiben más a folyamat, a munka, mint amikor egy saját novellás kötetet jelentett meg? Vagy miben más? Egészen más. Én ezzel már évek óta úgy vagyok, hogy valahogy úgy alakul, hogy mindig van fordítani valam, szinte mindig. Persze vannak időszakok, amikor nincs, de nem hosszúak azok az időszakok. És hát a műfordítás nagyon időigényes, nagy munka, akár versekről van szó, akár prózáról. Nekem őszintén még nagyobb élmény verseket fordítani, ami nem jelenti azt, hogy az gyorsabban megy azért, mert egy vers esetleg rövidebb, mint egy próza. Viszont verseken sokat kell dolgozni, prózán is. És mivel szinte állandóan ebben élek, és ha fordítok valamit, akkor az nekem azt jelenti, hogy bennem van. Tehát abban a világban élek én magam is. Ebből nehéz kikattanni, hogy úgy mondjam, hogy időt találjak arra, hogy a saját dolgaimat írjam. Tehát, hogy írjak egy mesét, vagy írjak egy novellát, ezért írok keveset. Sokkal többet kellene. Vagy van bennem. Viszont amikor írok valamit, tehát novellát vagy mesét, az mindig egy felüdülés nekem. Mindig. Viszont úgy a novellaírás, vagy a meseírás, vagy a műfordítás, hát ez egy kompakt valami, tehát nekem ezzel, hogy is mondjam, nekem ezzel teli van az életem. És ennek ott a helye. És én ebbe élek. Vagyis így élek, és így kapok levegőt, hogy így mondjam. Tavaly nyugdíjba vonult, mi változott azóta? Tehát hogy telnek a nyugdíjas évek, majd így kérdezném. Hogyan telnek a mindennapok?
Hát a nyugdíjasztásról csak annyit, hogy nagyon fájdalmas volt. Nekem az. Lehet, hogy sokan várják. Én nagyon nem vártam, viszont tavaly március 13-án töltöttem be a 65. életévemet, és utána már nincs tovább, tehát másnap ki kellett sétáljak az ajtón. Nagyon sajnáltam otthagyni a könyvtárat, a gyerekeket, az iskolát, a kollégákat. Utolsó napon tulajdonképpen egy gyönyörű búcsú napot szerveztek nekem, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok az igazgatónak, Molnár Attilának, kollégáimnak, mindenkinek. Nehezen törtem át magam ezen az egészen. Valójában megpróbálom rövidre fogni, tehát ez olyan valami, hogy például miután nyugdíjaztak, akkor megyek az utcán, megyek, és egy olyan érzés, amit úgy viszek magamba, viszek napokig, hetekig, hogy egyszerűen nem tudom, hová tartozok. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy most így a világban hová tartozom. Nem beteges ez. Nem, aztán úgy áttörtem magam rajta, és végül is az írást meg a műfordítást tovább folytattam, tehát ez lehet, hogy nagy szerencsém is, hogy őszintén nem is emlékszem, mikor unatkoztam utoljára, talán gyerekkoromban voltak olyan óráim, amikor igen, de azóta nem. Azóta tényleg nem mindig volt, mit csináljak, és ez így jó. Viszont decemberben újra kezdtem dolgozni a Muzslai iskolában, most nem könyvtárosként, hisz azt átvette egy nagyon ügyes és kedves és okos kolléganő, nagyon örülök neki, hanem gyerekkísérőként dolgozom. Tehát egy kisfiút kísérgetek, ott vagyok vele az iskolában, ameddig ő ott van, olyan kisfiú, akinek erre szüksége van. Viszont ez azzal jár, hogy én beülök az órára, másodikos volt tavaly a gyerek, most megy majd harmadikba, és akkor ott vagyok az órákon, ami tényleg egy külön élmény. Tehát ott lenni, és hallani a gyerekeket. Azt hiszem, hogy egy kiváló kis osztályba kerültem, nagyon érdekes gyerekek vannak ott, tényleg van saját véleményük, sok minden, okosak, aranyosak, jó ott, és azt gondolom, hogy ettől a kisfiútól is, akit nekem kísérgetnem kell, én magam is sokat tanultam. Tehát ez egy másik világ, de ez létezik, és van, és abban is lehet élni. És ha most visszatekint az eddigi életére, akkor mire a legbüszkébb? Az Erzsébet laki évek az iskolában. Aztán a Körte Muzsika a Muzslai Rádióban, hát annak is már van 10 éve, ha nem több. Majdnem 4 évig vezettem a Körte Muzsikát itt Muzslán, tehát gyerekműsort a Zeppelin Rádióban. Nagyon szerettem, rengeteg gyerek vett ott részt ezen, és ők is nagyon szerették. És azt én írtam meg a szöveget, de gyerek vezette a műsort témára, és sokan léptek föl benne. Az arra is jó volt, hogy a gyerekek sok-sok verset ismertek meg közben, népdalokat, prózai szövegeket, és azt beolvasni, tehát a kiejtés gyakorlása, az mindig egy hetes próba előzte meg egy gyerekműsort, arra nagyon-nagyon szívesen gondolok. És hogy külön eszembe jut az, hogy én oda nem csak a legjobb gyerekeket vittem, tehát nem csak a kitűnő tanulókat, már megint azt mondom, azért, mert hát rengeteg gyerek akart jönni a rádióba. Igen, ám, de voltak ott olyanok is, akik alig tudtak olvasni. És akkor adtam olyannak is, aki alig tud olvasni, egy kis versikét. Hát az egy hétig annyira gyakorol, de annyira törte magát, hogy a végén szépen beolvasta a verset. Óriási élmény volt. Az idén Herceg János irodalmi díjjal tüntették ki, nem ez az első díja az életében. Ugyanakkor hogy viszonyul most ehhez az elismeréshez? Én tényleg nagyon-nagyon meglepődtem, amikor értesítettek, hogy idén nekem ítélték a Herceg János irodalmi díjat. Én tudom, hogy ez valóban egy rangos vajdasági irodalmi díj, és nekem valóban az első gondolatom az volt, hogy egyáltalán tettem én eleget azért, hogy egy ilyen díjban részesüljek.
Jó, erről biztos lehetne beszélgetni, hogy mennyit kell tenni egy díjért, viszont az ember soha nem a díjért dolgozik, vagy ír, vagy fordít, vagy szerkeszt, vagy akármi, de nagyon-nagyon megtisztelő, hogy tényleg egy olyan díjat vehetek át majd valahol őszre, amelyik Herczeg János nevével fémjelzett, hiszen nagyon nagyra becsülöm az ő sokrétű és nagyon magas szintű és jelentős munkásságát. Kovács Jolánkának köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és gratulálok az elismeréshez. Én köszönöm a beszélgetést és a gratulációt. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet.